Egy második kiadványt ajánlok a nézők figyelmébe, a 2018-as erdélyi református kalendáriumot, amelyet most van alkalmunk bemutatni önöknek. Itt van a stúdióban a szerkesztő Somogyi Botond, akitől a részleteket kérdezem. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntelek, és a tévénézőket is. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Most mit találunk a kalendáriumban? Hogyan tagolódik tartalmilag, milyen szerkesztői elvek szerint állt össze ez a kiadás? Hát most már több éve vagyok a szerkesztője, és amikor átvettem a szerkesztést, akkor egy bizonyos koncepcióban gondolkoztam. Az most már évek óta folyik, több rovat szerepel, több fejezet szerepel a kalendáriumban, de még mielőtt neki kezdenék, hadd mondjam el, hogy az Üzenet című gyülekezeti lap szerkesztőjeként a tavaly november 15-én egy érdekes cikk jelent meg az újságban, amely épp a kalendáriumokkal foglalkozik. Számomra is meglepetés volt, hogy az 1600-as években, tehát már a 17. századtól óriási keletje volt itt Erdélyben a kalendáriumoknak, és még vásárokat is rendeztek belőle, tehát most ugyanazokat a hagyományokat próbáljuk folytatni. Ugye műfajilag ez hova helyezhető? Hát azt szokták mondani, itt beszélgettünk is a stúdióban, mielőtt bementünk volna élő adásban, hogy ez egy periódika, hát évente egyszer jelenik meg, ez egy külön műfaj tulajdonképpen a kalendárium, azért is beszéltem arról, hogy már a 17. századtól számunkra, erdélyi reformátusok számára ez egy különlegességet jelent. És szerkezetileg, tartalmilag ugyanúgy van ennek egyfajta hagyománya, hogy mi kell ebben szerepeljen? Sajnos én nem tudtam hozzájutni egyetlen kiadványhoz sem, ami akkor jelent meg, lehet, hogy majd el fogok menni a következő hetekben, és kutakodni próbálok, úgyhogy ezt, ami most kialakult... Majd oszta meg velünk. Jó, én is örvendeni fogok, hogyha fogok találni. Mindenesetre ezt magamtól találtam ki, illetve részben örök költem a korábbi szerkesztőktől. Hát nézzük akkor meg, hogy rovatok szempontjából tartalmilag hogyan áll össze, mit ajánlana az olvasók figyelmére. Az első rész az hagyományosan egy naptári részt jelent, amelyben áhítatok, versek, imádságok olvashatók. Ezt követi többnyire a házi patika. Ebben most kivételesen az orvosi részben a rákbetegségről olvashatunk, sajnos korunk egy nagyon elterjedt betegsége, mint ahogy az Alzheimer kór is, és erről is egy érdekes írás olvasható, valamint arról, hogy a D-vitamin hiánya, ugye télen mennyire kevés napfény ér minket, mennyire befolyásolja ez a szervezetünket és az egészségünket. Ennyit most a házi patika rovatról, de a többiről is, hogyha van idő, akkor még beszélnék az Ősök tere című fejezetről, természetesen a történelmi egyháztörténeti rész, de nem csak egyháztörténelemmel foglalkozik a kiadvány, hiszen ahogy szoktam mondani a korábbi években is, a református kalendárium nem csak reformátusoknak szól. Tehát, hogyha az Ősök tere című fejezetre pillantunk, akkor azt látjuk, hogy az első világháború száz éves évfordulójáról, a vallási béke 450 éves évfordulójáról olvashatunk, illetve az 1848-as forradalomnak is az idén ünnepeljük a 170 éves évfordulóját, erről Egyed Ákos történész ír nagyon érdekesen, arról, hogy nálunk itt Erdélyben tulajdonképpen mi történt a Székelyföldön, a Párciumban és a Barcaságban. És akkor folytatnám a többit is. Az utolsó fejezetre ugranék, amely az egyik szívem csücske, ahogy szoktak fogalmazni, a szabadidő fejezet, amelyben sporttól elkezdve keresztrejtvényen keresztül sakkinyenség is van, igen, különböző írások, többek között Ötvös Lóránról, aki az egyik leghíresebb 19. századi magyar kísérleti fizikus volt, de Cseh Tamás 75 éve született, sajnos már nem él közöttünk, róla is szó van, Baross Gáborról, vagy a sportrendjén Somodi Istvánról, sajnos nem rokon, még névrokon sem. Ő 110 éve hozta Kolozsvárnak az első olimpiai érmét, és ha már most a téli olimpia van, akkor ugye érdemes... Klappolt tematikailag. Igen. Sok cikk van mezőgazdasági témában is, ez érdekli a...
Minden egyes kalendáriumban az elmúlt évben volt egy olyan fejezet, amely azelőtt sem azután nem jelent meg. Most ez egy érdekes kérdés, mert pont ez a fejezet az, amelyik különlegessége a kalendáriumnak, hiszen nem csak városi olvasóink vannak, hanem nagyon sok vidék is, és nekik szól ez a fejezet tulajdonképpen, hiszen rengeteg riport és interjú olvasható a gazdasággal kapcsolatban állattenyésztőkkel, növénytermesztőkkel, a szövetkezéssel, hogy mennyire jó lenne szövetkezni vidéken, mert hogyha a gazdák egyedül próbálnak megélni a piacon, abból valószínű, hogy nem sok jó származik. Az jó, hogy ilyen irányú ráerősítés is van, épp a stúdióban beszélgettünk valamelyik nap ezekről a dolgokról. Van-e visszajelzés olvasók részéről? Vannak-e óhajok esetleg, amelyek beérkeznek a szerkesztőségbe? Óhajokról nem tudok. Visszajelzések vannak, e-mailen is szoktak küldeni, telefonon is szoktak szólni, hogy jó, mi nem jó. Viszont van egy keresztrejtvény feladványunk is, és aki megfejti és helyesen beküldi, azok között könyvcsomagot vagy könyveket sorsolunk ki, és az elmúlt években nagyon sokan küldtek be helyes megfejtést, úgyhogy ilyen szempontból is a visszajelzések nagyon pozitívak. Milyen szerzőkkel dolgozik? Kiket szólít meg, hogyha munkáról van szó? Hát nyilván elsősorban a református kiadvány, református lelkipásztorokat, de orvosok, pszichológusok, magyarországi orvosprofesszor, művészettörténész, Egyed Ákos egyháztörténész, illetve történészt már említettem az előbb, egyháztörténészekkel dolgozom együtt. Nagyon nehéz, mert mindenkinek rengeteg a munkája, és egy kiadványba igaz, hogy csak egyszer kell egy évben megjelentetni egy cikket, de azt is nehezen tudják beosztani, mikorra tudják elküldeni a megbeszélt témában az anyagot. Azt mondta, hogy nem csak reformátusoknak szól, hát gondolom, hogy az egyházi filiációk mentén az a közösségekhez elérkezik, mint kiadvány. Hol férhető, hol kapható még, hogy hol lehet hozzáférni? Hát a terjesztéssel részben gond van, hiszen ahogy említette is, csak egyház községekben vásárolható, illetve megrendelhető most már, mert lassacskán bemegyünk az évbe, hogy így mondjam, és nagyon sok helyen már elfogyott, természetesen még meg lehet rendelni. Aki Kolozsváron járnak, azok a református teológia alatti könyvesüzletben, a Biblos könyvesboltban férhetnek hozzá, de meg is lehet rendelni interneten, elküldjük, nyilván, hogy ez egy kicsivel költségesebb, de hogyha nem, akkor a református parókiákon jelzik, és akkor tudunk küldeni, és ez így olcsóbb megoldást jelent az olvasónak is. Milyen egyéb kiadványokon dolgozik, említette az üzenetet például? Hát az üzenetnek vagyok immár évek óta, lassacskán azt mondanám, hogy évtizedek óta a szerkesztője, és a református kalendáriumot is én szerkesztem. Az üzenet az milyen gyakorisággal jelenik meg? Az két hetente megjelenő lap, és most újult meg, úgyhogy nem csak a kalendáriumot, hanem a megújult lapot is. Ez volna a következő kérdés, hogy akkor erről is beszéljünk most már, hogyha ez így alakult, hogy milyen irányba újult meg tartalmilag az, mit hoz, mit szállít, és milyen koncepció alapján szerkezték. Hát a megújulás most elsősorban a kinézetét, a külalakját értem ez alatt, hiszen színes lett teljes mértékben, jobb minőségű papírra nyomjuk, és egy teljesen más szerkesztésben jelenik meg. Az egyik újságíró kollégám Váradról hívott fel nemrég, amikor megkapta az első két lapszámot, azt mondta, hogy gratulálok, mert a lap megérkezett a 21. századba. Remek, hát mi is gratulálunk ehhez a munkához, és akkor még egyszer fölhívjuk a figyelmet, hogy ha a református parókián nem, akkor interneten mindenképp rendelhető, kapható, a teológia könyvesboltjába úgy szintén. További jó munkát kívánok a szerkesztéshez. Somogyi Botond, köszönöm szépen, befáradt. Én is köszönöm szépen a meghívást.